Sziasztok! A mai videóban egy beauty bay haul-lal készültem nektek. Ha érdekel, hogy miket szereztem be, akkor tartsatok velem. Lesz itt unboxing és swatch is. Nem jelent belekezdünk, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót kérlek, mert az nekem nagy segítség. Köszönöm. Na, kezdjük. Na. Hát a beauty bay-ről egyébként már 1000 éve nem rendeltem. Most két apropója volt, ami miatt mindenképpen szerettem volna. Az egyik az, hogy nagyon nagy leárazások voltak, de ez még önmagában nem volt elég, erős szoktam lenni persze, hanem az, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna egy sminktükröt, mert ami volt nekem sminktükröm, az sajnos széttört, és azóta sem találtam, sehol nem leltem olyat, ami kellően megfogott volna. Úgyhogy én már nagyon régóta keresgéltem, most azóta egyébként, hogy eltört, az már körülbelül 2 éve, tehát tényleg nagyon, még Bence születése előtt eltört. Azóta egy nagyon-nagyon régi, ezt még kiskorom óta megvan, egy pupa palettának a teteje, ami letört, és egy tükör. A paletta már nincs is meg, csak a teteje, tehát ez annyira régi, azzal sminkeltem, azt használtam, de egész egyszerűen nem találtam olyan tükröt, amire rászántam volna, főleg annyi pénzt, amennyire szokták ezeket árulni, mert kellően megfogott volna. És most találtam, na azt is megmutatom mindjárt nektek, de a másik oka pedig az volt, hogy mostanában nagyon rászoktam a sminklemosó pamacsok, ami most pont nincs körülöttem, használatára, és már említettem nektek egy előző Pink Panda Haul videómban, hogy én nagyon beleszerettem a Pink Pandás nagy rózsaszín arclemosó pamacsába, viszont szerettem volna még több darabot, hogy tudjam őket mosni, szárítani, használni, tehát így forgatni, ugye? De sajnos nem tudtam egy ideig rendelni a Pink Panda oldaláról, mert elfogyott. És akkor én azt hittem, hogy nem is lesz több egyébként, elkezdtem keresgélni neten, és nagyon sokat láttam, az is volt, amelyik tetszett, volt, amelyik nem, de a Beauty Bay-en aztán találtam leárazva egy olyan szettet, ami szimpatikus volt, és azt meg a tükröt szerettem volna mindenképp, de akkor már raktam mellé mást is, de mindjárt megmutatom nektek. És akkor szurkoljatok, itt a tükör, be perfektes, szurkoljatok, hogy ne legyen összetörve. Ez egy ilyen beszéptopazó van, nem? Nem, csak kis csomagolása van. Ez egy ilyen hand mirror, remélhetőleg egyben. Igen. Na, ez pont ilyen méretet szerettem volna, ilyen alakút. Például a Jeffree Star tükröket is néztem, de annyira én nem szeretem Jeffree Star-t, hogy most minden nap reklámozzam. Egyrészt, másrészt meg az a csillag alakú tükör nekem annyira nem szimpatikus. Viszont ez igen. Ó, oh, nem kicsi. Szóval ez a Be Perfect-es tükröm, aminek én nagyon örülök, ráadásul ugye, amit mondtam is, jó, de jó, ilyen kis dombornyomot. Az egész ilyen kis dombornyomot, nem csak simán festett. Na, ezzel fogtok találkozni szerintem még itt a videóimban. Végre van tükröm! Végre! Gyönyörű, szép, nem? Na jó, most tegyük le! Mert nektek biztos nem annyit van most, mint nekem. Na aztán, jaj, tényleg, ti használtatok már kimchi terméket valaha is? Hát ezen, úristen, ez a paletta, a Juicy Nine, Virgin Mojito, igen, ez a neve, olyan érdekes színeket tartalmaz, és én olyan jókat láttam a videókon, erről a kimchi márkáról, és ez is persze le volt árazva, hogy ezt mindenképpen meg akartam nektek mutatni, mert erről magyar YouTube-on még egyáltalán soha nem hallottam, meg úgy egyébként sem jött velem nagyon eddig szembe, úgyhogy írjátok már meg kommentben, hogy ti próbáltatok-e már bármit ettől a termékcsaládtól, láttátok-e már valaha, használtatok-e már, illetve valamit kinéztetek-e már, bármit tudtok-e róla, tehát bármilyen vélemény, hozzászólás érdekel ezzel kapcsolatban, meg hogy érdekel titeket, illetve hogy érdekes a számotokra is ez a színvilág, mert nekem nagyon.
Úgyhogy ezt mindenképpen fogjuk majd tesztelni, videót fogok róla hozni, mert nekem nagyon-nagyon érdekes. Ez azért is tetszik, mert nagyon üdítő, de egyébként tényleg a színeli is, mint tényleg, mint egy mojito. Szeretem az olyan sminktermékeket időről időre, amik így kibillentenek a komfortzónából, ami kicsit más, mint az eddigiek, meg a szokásosak. És ez olyan. Na, aztán ezen kívül van itt egy doboz, mert hogy a beauty bélyes sminktermékek eszméletlen durva micsoda fejlődésben vannak most, és mindenhol kapkodom a fejemet, mikor beauty bélyes palettákat látok videóban, mert jobbnál jobbak. Mindjárt ezt is kivontom megmutatni. Nem sajnálták a csomagolás. Unbox me, igen, azon vagyok. Jaj, hát ezt nem bírom kinyitni. Na, hát ebben egy duó van, és ezek is azért érdekeltek engem nagyon, így, meg így, igen. Külön értékem van ahhoz, hogy mindig minden fejjel felemutassak meg. Azért érdekeltek ezek is nagyon, mert ezeknek is a színvilága olyan, ami nem tipikus. És mindjárt meg is mutatom őket, csak kicsomagolom. Jó, majd egy gyönyörű már a doboza is, nem? Oh, gyönyörű. Az egyik egy pasztelles, most nem tudom, hogy pont azt fogom, mert mindjárt látszik, hogy nem ismerem még őket. Igen, pasztelsz, ide van írva, rá van írva, hogy pasztelsz. Pasztelsz színeket baromi nehéz csinálni. Úgyhogy baromi kíváncsi vagyok, hogy ezek vajon kellően pigmentáltak-e és jók-e, és erre meg azért vagyok nagyon kíváncsi, és azért örülök nagyon, mert itt délután, igaz, hogy még januárban, de mire odáig jutok, hogy ezzel videót készítsek, addigra délután leszünk. Nagyon tavaszias, úgyhogy ezt tavaszi sminkhez fogom mindenképpen, és meg fogjuk látni, hogy jól lehet-e vele dolgozni, szvacsolni fogunk, természetesen fogok sminket is hozni, stb. Stb. Úgy, ahogy ezt szoktam, ki fogjuk próbálni. Ez nagyon-nagyon jó. Én most már egyébként, így karácsony után mindig keresgélem a tavaszi kínálatot. És itt van még egy beauty bélyes paletta, Utopia. Ez pedig ilyen nagyon élénk színű. Hát meg fogjuk nézni. Egyébként a kettő egymás mellett. Jól ki is egészíthetik egymást amúgy. Mert az egyik egy pasztel, a másik egy ilyen neonosabb verziója ugyanazoknak a színeknek nagyjából kis túlzással. Úgyhogy ezek ilyen jó kis duót alkothatnak. Meg fogjuk nézni. Egyébként, hogyha érdekel titeket, hogy ezt a sminkemet hogyan készítettem, akkor megtaláljátok itt a videóim között. Az Evana Studio Makeup palettájával készült,
és ez a kettes videóm erről a palettáról egyébként. Na, és akkor itt van még egy dolog, ami indokolta a rendelésemet, ez az egész hold, ez pedig, ahogy mondtam, The Facial Cleansing Pads, 3 darabos tisztító, arctisztító, és igazából itt csak az a kérdés, hogy milyen minőségű, mert volt a Nothing Known egy olyan szett, amiben többféle ilyen alakú sminklemosó volt, meg hajpár, meg ilyesmi, és írták alatt a kommentben, hogy rossz minőségű az a csúszós műanyag. És ezért nem mentem azt megrendelni, de hogyha van valakinek tapasztalata vele, akkor nagyon kíváncsi lennék, mert ez nekem szimpatikus volt. Ebben meg azt tetszett, hogy fekete, tehát hogyha befogja az ezredik sminkem lemosása, és már nem tudom fehérré kimosni, az sem probléma, mert ezen nem fog annyira látszódni. És ez is puhának és jónak tűnik. De majd, amikor beautybe és sminktermékeket tesztelünk, akkor el fogom mesélni, hogy hogyan teljesített. Minden esetben nekem ezzel a kis szütyővel nagyon-nagyon tetszik ez a kis szett, meg az, hogy fekete. Na, ez volt még a csomagomban. Nya. Hát a végére írtünk, írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik termék tetszik a legjobban, melyikről hozzak videót, mi érdekel titeket, valamit esetleg próbáltatok-e már azok közül, amit itt mutattam nektek. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, lájkoljátok ezt a videót kérlek, mert az nekem nagy segítség, és iratkozzatok fel csatornámra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!